Az LTBTK honlapjára kihelyeztünk egy táblázatot, amely segít eligazodni a modulválasztásban, vagy régi nevén szakirányválasztásban. A modulválasztásban az alapképzésre felvett hallgatók vesznek részt az első év végén. Két kivétellel, mozgókép, film és televízió rendezés szakirány, illetve régészet. Mindenkinek kötelező modult választani ahhoz, hogy diplomát tudjon szerezni. A táblázatban megtaláljátok a teljes kínálatot, illetve azt, hogy a ti szakotokon mely modulokra, illetve programokra lehet jelentkezni. Először keresd ki az oszlopoknál a saját szakodat. A szak nevének a végén látod a munkarend rövidítését, azaz, hogy a szak nappalis vagy levelezős. Válaszd ki a szakodat. A sorokban láthatóak az egyes programok. Ha a saját szakod alatt a modult M betűvel látod, akkor azt a programot minorként veheted fel. Ha S betűvel, akkor specializációként. Az S betű szakirányt jelöl, és csak amerikanisztikán, illetve anglisztikán fordul elő. Ha gondolatjelet látsz a program mellett, akkor az a te szakodon nem választható. Pár egyedi tudnivaló. Első. Az anglisztika alapképzési szakon először szakirányt, angol vagy amerikanisztika, ezt követően modult, specializáció vagy minor kell választani. Második. A kommunikáció és médiatudomány alapképzési szakon egy darab specializáció és egy darab minor teljesítése kötelező. Harmadik. A szabad bölcsészet alapképzési szakon vagy kettő darab specializációt, vagy egy darab specializációt és egy darab minort kell választani. Negyedik. A mozgókép, film és televízió rendezés szakirány hallgatóinak nem kell modult választaniuk. Ötödik. A régészet alapképzési szakos hallgatóknak nem kell modult választaniuk. A választás az első év végén lesz a Neptunban. Ügyeljetek arra, hogy a legtöbb modul esetén már az első két fél évben vannak előkészítő vagy beugró tárgyak. Fontos, hogy most a tárgyfelvételi időszakban megnézd az általad kinézett modul mintatantervét, és ellenőrizd, hogy van-e olyan teljesítendő tárgyad az első két fél évben, amely nélkül az adott programot nem kezdheted meg. A mintatantervben az adott modulra való felvétel egyéb kritériumait is megtalálod, ezeket mindenképpen olvasd el még a tárgyfelvételi időszak vége előtt. A saját szakod áttekintéséhez legegyszerűbb, ha a táblázatban található szűrőt bekapcsolod. Az információs táblát ki is nyomtathatjátok magatoknak, ehhez azonban A3-as nyomtatóra lesz szükségetek.